Köszöntök mindenkit, ez a Frisbee Hajdú Péter című műsor a Frisbee TV YouTube csatornán. Tudjátok, iratkozzatok fel az oldalra, és kattintsatok a feliratkozás melletti csengőre, hogy értesítést kaphassatok legújabb tartalmainkról. A mai vendégünk a Magyar Honvédség legfiatalabb parancsnoka volt. Volt már éles helyzetben, harcolt Afganisztánban, Irakban, mentett már életet és adott ki tűzparancsot is. Most megírta legújabb könyvét, a háború 5 alapelve címmel. Elfogadta megkívásunkat dr. Ruszin Szendi Romulus tábornok. Kezdünk! Elfogadta meghívásunkat a Magyar Honvédség volt parancsnoka, a Honvéd vezérkar volt főnöke, dr. Ruszin Szendi Romulus. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Ismerjük egymást, ezért tegeződni fogunk, hogyha megengeded. Én köszönöm, hogy itt lehetek. Idén voltál 50 éves, és idén távoztál a Magyar Honvédségtől. Tehát lesz miről beszélnünk, de amennyire tudom, most egy egészen új vállalkozásba kezdtél, és ott van előtted az asztalon. Így van, a pontosan. Legkisebb gyermeked. A legfrissebb gyermekem, valóban így van. Több mint 10 éve kezdtem el kutatni, gondolkodni azon, hogy a háború alapelve, vagy azok a mai világban még alkalmazhatóak-e. Ezeket az alapelveket már az ókorban megírt a Sun Tzu. Aztán a napoleoni háborúk korában jöttek azok a katonai teoretikusok, Clausewitz, Jomini, akiknek az elveit a mai napig használják a mértékadó katonai doktrínák. Az Egyesült Államok a háborús alapelvei 45 után nem nagyon változtak. És azt a kérdést tettem fel, hogy amikor a három klasszikus hadszintéren kívül, a föld, levegő, vízen kívül számolnunk kell az űrrel és a kibertérrel, amikor a fegyverrendszerek teljesen más képességet hordoznak, mint hordozták, ezt nem csak a napoleoni korban, hanem a II. Világháborúban is, akkor ezek az alapelvek vajon még helytállóak-e? És megjártam ugye a több hadszintért, parancsnokként Irakban és Afganisztánban. Nekem volt időm, vagy volt szerencsém több mint egy hetet eltölteni az ukrán-orosz fronton is, ahol láttam, hogy ha valami nem sikerül, az nem feltétlenül azért nem sikerül, mert az ott lévő katonák nem hajtják végre a feladatot maximálisan, vagy legalább jó szinten, hanem valami más bibi van. És erre kerestem a magyarázatot, és én hiszek az alapelvekben. Hiszek az oktatásban, hiszek az alapelvekben, és hogyha alapelveket sértünk, akkor annak megvan a következménye. Ugye Kasparov mondta, ha jól emlékszem, hogy ha a pokolba vezető út az jó szándékkal van kikövezve, akkor az elvek terén kötött kompromisszumok rajta a lámpák. Hát úgy gondolom, hogy ne menjünk a pokolba, ha nem muszáj, hanem nézzük meg ezeket az alapelveket, és a könyvben megfogalmazok 5 olyan alapelvet, ami meggyőződésem, hogy a hadművészet terén, ha alkalmazzák, végig gondolják, akkor segít nyerni, de abban is biztos vagyok, hogy nem csak a hadművészetben, tehát nem csak a katonáknak segít, hanem ezek az alapelvek, ha valakinek konfliktusa van, vagy versenyhelyzetben van, akkor is segíteni fog nekik, ha végig gondolják ezt az 5 alapelvet. Úgy fogalmaztál, hogy hadművészet? Igen, meggyőződésem, hogy ez művészet. Embereket ölni, az művészet? Az, hogy embereket ölünk... A háború az nem arról szól, hogy embereket ölünk meg, területeket foglalunk el? Miről szól a háború? A háború az, hogy a végén kié lesz a hatalom. Kié lesz az az erő, amivel utána gazdálkodni kell. Nem garázdálkodni. Mi ez az 5 alapelv? Ezt nem mondanám el, nézzük meg, vegyék meg a könyvet igazániból. Az elsőt elmondom, azt szoktam elmondani mindig, ez az egyenlő feltételekkel ne kezdj harcba. Ez azt jelenti, hogy ha nincsen meg valami előnyöd, nem tudod megfogalmazni, hogy te minimum egy dologba mivel vagy jobb, mint a szemben álló fél, akkor te ne kezdeményezz. Ez nem jelenti azt, hogy nem kell harcolnod. Ez nem jelenti azt, hogy katonának nem kell háborúba vonulni, hogyha nem tudják definiálni ezt a bizonyos elemet, akkor védekezni kell. De akkor is folyamatosan keresni kell, hogy mi az a minimum egy dolog, amiben felül tudsz kerekedni az ellenfélen. És az összes többi alapelv ilyen, hogy ezt folyamatosan vizsgálni kell. Tehát a háború kezdete előtt, a háború közben, a háború vége felé ezeket az elveket mindig szem előtt kell tartani. Én ezért határoztam meg 5-öt. Hiszem azt, hogy az emberi elme 7 plusz minusz 2 dologra tud egy időbe figyelni. Hosszú távon.
Még egyszer, 7 plusz 2 egy igen. időben? Igen. Ugye ez a grafológiának az alapja is egyébként, tehát hogyha a kézírás az rengeteg fajta dolgot tartalmaz. Ha meg akarod hamisítani a kézírásodat, akkor bizonyos betűkre, bizonyos mozdulatra tudsz figyelni, de nem mindenre. És egy írás szakértő azonnal megállapítja, hogy ez hamisítvány, vagy nem hamisítvány, a tiéd, vagy a nem a tiéd. Mert egyszerűen az emberi elme arra 7 plusz-minusz 2-re figyel, de ha több van, akkor nem tudja mindezt leképezni. Ugye azt a példát szoktam még elmondani, hogy sorolt fel a 19 megyét a 19 megyeszékhelye. Ez nem. Vármegyével. Ha leülsz is, ezt rögtön le kell írnod, nem biztos, hogy sikerül. Az érettségizőknek biztos, mert nekik azért a jegy múlik rajta, főleg akik földön. Ez miért fontos? Nem, ez csak azt bizonyítja, hogy nem tudod észbe tartani. Tehát amiben felnőttél, amiben szocializáltál, ahol élsz Magyarországon, és tudni kellene, biztos, hogy megakadsz. Egyszerűen azért, mert az emberi agy az ilyen. De ha 5 dolgot kell szem előtt tartanod, amikor azon múlik, hogy győzöl vagy nyersz, elveszíted-e a katonáidat vagy nem, ezt az 5-öt sokkal könnyebb végig gondolni, és ez vezeti a tervezésedet, vezeti a végrehajtást. Az az érdekes, hogy én meg az utolsó közé tartoztam, akiket besoroztak volna sorkatonának, voltam is sorozáson, és imádkoztam, hogy ehet kapjak, tehát én egészségileg alkalmatlan voltam erre az allergiám, illetve az aszmám miatt. De miért lesz valakiből katona? Ugye neked gyerekkori álmod volt, hogy katona legyél, de mondom, én ezt el sem tudom képzelni. Tehát mi gyerekkorunkban fociztunk, a szabadságot kerestük, rohangáltunk a lakótelepen, a réten. A katonaság az egy kötött, fegyelmezett dolog, amitől egy gyerek irtózik. De játszottál pisztolya? Gyerekkorod. Az a baj, hogy én félek a pisztolytól. Én karatéztam sokáig, 11 évig, de a fegyverektől nagyon-nagyon messze vagyok. De akkor hazaértünk, mert neked is megvolt az a harc, ahol ki akarod magad próbálni. Hogy pontosan miért lettem katona, ezt nem tudom megmondani, nem volt soha más elképzelésem. Honvéd kollégista voltam 14 éves koromtól. De volt a családban más katona? Egy nagybátyám volt, de nem nagyon tartottuk a kapcsolatot. 2-3-szor találkoztam vele életemben, más nem volt. Ez az én fejemből pattant ki annak idén gyerekkoromban. Ha édesanyámat megkérdeznék, ő már akkor nem örült annak, hogy én miért akarok honvéd kollégiumba menni. Én úgy gondoltam, hogy ez az utam. És amikor belekerültél ebbe a rendszerbe... De várj, de először te sorkatona voltál, vagy már azt megelőzte, hogy te elmentél honvéd kollégiumba? Én honvéd kollégiumba mentem 14 évesen. Azt a mindenit. Nagyon sokan vagyunk így, hál' Istennek. És ezek a kollégák, ezek a srácok, tehát a mai napig máshogy tekintenek az országra, a hazavédelmére, a társakra, akik melletted vannak, mint sokan mások. Tehát amikor belekerültem ebbe a mókuskerékbe, fogalmazzunk így, minden pillanatát szerettem. Persze voltak kudarcok, voltak nehéz dolgok, de a társaság, az akarat az mindig túllendített rajta. Oké, de hogyha valaki elmegy katonának, tehát én amikor elkezdtem televíziózni, nyilván voltak példaképek, volt, aki inspirált, volt egy célom, hogy ismert legyek, mindenki ismerjen, szeressék, nézzék az interjúimat. De amikor te elmentél katonának, neked mi volt a célod, hogy majd egyszer a magyar hadsereg parancsnoka legyél? Ez innen fogalmazódott meg. Akkor az, hogy ott legyél a fronton, és az életedet kockára téve harcolja hazáért? Igen, szerintem a fiú gyerekek nagy része azért szereti a kalandot, keresi a kalandot, szereti a kihívásokat. Mindegy kaland. És hidd el, ez vezet oda, és amikor már benne vagy egy ilyen társaságban, akkor, és ez jó irányba húz, már pedig nálunk jó irányba húzott, akkor valóban keresed ezt. És utána már bejön az az érzés, hogy te felelősséggel tartozol mások iránt. Utána, ahogy nősz, és megérted, hogy a világ miről szól, akkor fontos lesz a nemzet is, akkor fontos lesz az ország. Akkor elgondolkod azon, hogy te tényleg tudsz valamit tenni a magyarokért. És jó, most a nemzeti érzés beszél belőled, ami rendben is van, mert hogy egy katona igenis meghal a hazájáért. De azzal te tisztában voltál, hogy ki kell menni a frontra, és ott lőni fognak rád? Vagy ezt vártad, hogy végre mennem kell a frontra, és majd ott lőni fognak rád? Hát amikor kiképzésen végigmész, ugye, és ott jönnek a papírcélok, a fémcélok, ne adj Isten, hogyha a force on force művelet van, paintball-lal, vagy airsoft-tal, vagy MICE rendszerrel, az egy dolog.
de a pék is megsüti a kenyeret a nap végén, beteszi a kemencébe, és erre voltak jók ezek a béketámogató műveletek, hogy a magyar katona ki tudta magát próbálni éles körülmények között is. Óriási önbizalmat és magabiztosságot ad, amikor műveleti területen vagy, fütyülnek melletted a golyók, fogalmazunk így, adott esetben lőnek rád, és egy olyan nemzetközi közösségnek vagy a tagja, amit esetleg parancsnokként még vezetsz is. Sokan mondják ránk, hogy nagyképűek vagyunk. Főleg katonákra? Főleg az ejtőernyősökre, ugye. Ja, te ejtőernyős is vagy? Igen, igen, nagyon büszke vagyok arra, hogy a fiúk megtanítottak ugrani, és az összes többi, ami ehhez tartozik. De várj, abban segíts, hogy nyilván vannak különböző részlegek a katonaságon belül, illetve a fronton belül. Tehát, hogy te mi voltál? Én tüzérként kezdtem. Tüzérként? Én tüzérként kezdtem, a főiskolát a tüzérszakon végeztem, tüzér tiszt és földmérő mérnök vagyok, az alapképzettséget illetően. Hogy miért mentem tüzérnek, az egy érdekes kérdés, hogy egy biztos katona akartam lenni. Az is biztos, hogy a parancsnoki szakra akartam menni. Ez úgy megfogalmazódott, ebben segített a Honvéd Kollégium, hogy azért volt egy rálátás az embernek, hogy amit mondtál, milyen fegyvernemek, szakcsapatok vannak a haderőn belül a Magyar Honvédségben. Én azért jelentkeztem tüzérnek, mert ugye ez a 90-es évek, elég zűrzavaros időszak, mindenki visszaemlékszik rá. Én gondoltam, hogy egy olyan szakmát tanulok, ami esetleg a civil életben is alkalmazható. És akkor a tüzérség adta a földmérő szakot mellette. Még ilyen jó szak volt egyébként a műszaki, ami nyilván építőmérnöki diplomát is adott. És valóban mi kijártunk a műegyetemre tanulni, vizsgáztunk, nekem édesanyám egyébként földmérő volt, tehát még vele is elmentem segíteni neki, tehát használható tudást is adott. Ezért lettem tüzér. Tapolcára kerültem, aztán Pécsre, sorozatvető alegységhez, aztán jött ugye az átszervezések kora, úgyhogy az én karrierem nem rakott meg a tüzérségnél, habár nagyon szerettem őket, mert utána a lövészdandárhoz kerültem, voltam magasabb parancsnokságon, és 2005-ben kezdtük el építeni a különleges műveleti képességet Magyarországon. Mi család különleges? Különleges művelet, tehát a különleges erők. Ez a mi a feladat? Amerikai zöldcsapkások, a kommandósok, ezt mindenki így ismeri őket. Nekünk voltak mélységi felderítőink, akik hasonló feladatrendszert láttak el, de így, hogy a különleges erők, ilyen Magyarországon nem volt 2005-ig, és Szolnokon a 34-es mélységi felderítő zászlóait alakítottuk át először különleges műveleti zászlóhelyé. Most már tudjuk, hogy dandár szinten működik, ugyanabban a helyőrségben ugyanaz az alapgárda. Tehát ennek a zászlóhajnak lettem törzsfőnöke, parancsok helyettese, megbízott parancsoka. Majd maradtam Szolnokon, mert Szolnokon akkor volt egy másik alakulat, a könnyű vegyes zászlóhaj, az pedig az egyetlen légi mozgékony alakulat volt Magyarországon. Annak lettem a parancsnoka. Tehát ez volt a következő szakma. És utána külföldi iskola, magasabb parancsoki beosztás. Amerikában is járt el iskolában, mennyire tudom. Igen, van egy amerikai mesterdiplomám is. Így van, és a US Army War College-on végeztem, tehát az amerikai szárazföldi erők tábornok képzőjébe, fogalmazunk így. Én ott szereztem még a végzettséget és diplomát. Majd innen hazajövő, ugye rám bízták egyik legnagyobb szárazföldi alakulatot, az 5-es dandárt, ugye Debrecen, Hódmezővásárhely és Hajdúhatházon diszlokált. Onnan kerültem vissza utána a vezérkarhoz, a minisztériumba. Lettem utána helyettes államtitkár a humánpolitikáért felelős, majd onnan lettem vezérkarfőnök, a Magyar Honvédség parancsoka. A legfiatalabb vezérkari főnök? A rendszerváltás óta a legfiatalabb vezérkarfőnök, és nyilván, ahogy a könyv kikerült a piacra, a boltokba, nyilván a social médiában nagyon sokan megkérdezik, hogy de miért írom azt, hogy hogyan nyerd meg életet, csatáit, mikor én már nem vagyok vezérkarfőnök. Hát pont ezért mertem leírni, mert 50 évesen elértem azt, amiért annak idén 14 évesen én felvettem a mundért. Hogy szerettem-e volna tovább csinálni? Persze. Hogy nem vagyok-e már katona? Dehogy nem. Aki egyszer ezt a mundért felveszi, az élete végéig katona, ez biztos. Az az eskü, amit mi elmondtunk annak idején a Kossuth téren, hogy életem árán is, az megy a sírig. Bármikor hajlandó lettél volna? Persze. Meghalni hazádért? Persze. Ez nem kérdés. Annyi mindent lehet hallani a Magyar Honvédségről, én nem akarok ebbe belemenni, meg nem is igazán értek hozzá, tehát engem nem érdekel, hogy most hány Gripenünk van, meg hány harckocsink van, viszont az érdekel, hogyha megnézzük a környező szomszédos országainkat, akkor a magyar hadsereg mennyire erős,
összehasonlítva például a szlovákkal, az ukránnal, az osztrákkal, a horváttal. Ugye ez szerben nyilván sorolt, nem? Tehát itt most a szomszédos országokról beszélek. Az egész hadsereg... Lehetünk mi büszkék a hadseregünkre? A meggyőződésem. Meggyőződésem. És nyilván ebben van egy sikeroptimizmus is, mikor az rendszer része vagy, akkor persze, hogy egy picit rózsaszín felhőbe látod, de azok az eredmények, amit a fiúk, a lányokkal elértünk ezeket az évek alatt, azok magukért beszélnek. Tehát én nagyon büszke vagyok rájuk, ugye itt van most a legutolsó helyzet, palesztin-izrael háború. A fiúk órákon belül kint voltak Izraelbe, a gépekkel, hogy hazahozzák a magyarokat. Tehát teljesen mindegy, milyen meleg a pite. Nyilván nem egyedül csináltak, ehhez kell a külügy, ehhez kell a belügy és a hadügy. Ennek a három minisztériumnak és az ott dolgozó embereknek az összefogása kell, hogy egy ilyen akció gyorsan és sikeresen végrehajtásra kerüljön. Ennek egy része nyilván a haderő. De ezek a fiúk és lányok megint, akik no perc alatt igazolták, hogy készen vannak. És ilyenkor nincs hezitálás, hogy megyek, nem megyek, lelőhetnek, nem lőhetnek, persze. De ők életveszélyben voltak? Mindig életveszélyben van, hogyha repkednek a rakéták és a gránátok. Akkor nem lehet azt mondani, hogy nem vagy veszélyben. Keressük mindig azt az utat, hogy hogy lehet ezt persze veszteség nélkül megoldani. A feleségemet kérdezte az egyik barátom, amikor mentem az ukrán frontra, hogy és akkor mit mondasz ilyenkor otthon? Hogy lehet, hogy nem jössz haza? Igen. De ők ezt tudják. És meg se fordul a fejükbe, hogy azt mondják, hogy nem menj. Ez olyan, mintha az autószerelőnek nem adnának csavarkulcsot, hogy javítsa meg az autót, hogy mert fejbe vágod magad, akkor baj lesz. Ez egy hülyeség. Még katonának ez a dolga. És ugye a másik, nagyon sokszor, amikor már a háború megy, vagy a harc megy, vagy a hadművelet megy, vagy csak egyszerűen a feladat, amikor ott vannak melletted a társaid, akkor igazából az motivál legjobban, hogy rájuk is figyelsz, rájuk is figyelj. Én mikor Irakban voltam, folyamatosan a fülemen volt a rádió, mert legalább két srác mindig kint volt. Igazából. Tehát nekem hallanom kellett, hogy rendben vannak, hallgattam a kommunikációt. Persze belaludt az ember, de megnyugtatott, hogy bármi történik, akkor a fülemen van. Irakban mi volt a feladatod? Irakban egy különleges műveleti csoportot vezettem, és egy iraki zászlóját kellett mentorálnunk. Ez nem egy full spektrumú művelet volt, mert ugye ezt 2007-2008-2005-ben kezdtük el építeni ezt a képességet. Azt tudni kell, hogy egy különleges műveleti katonának a kiképzése az legalább 2 év. Amíg a csoportba bekerülhet. Tehát én azokkal a jól kiképzett öreg katonákkal mentem ki, akik már korábban az Egyesült Államokba, Portugáliába megszerezték a különleges műveleti felvarrót. Így mentünk ki, és ott az volt a feladatunk, hogy ennek a iraki zászlóainak tanácsot adjunk, segítsük a munkájukat mindenbe. Úgyhogy ez nagyon érdekes feladat volt. Életveszélybe kerültél Irakban? Hát 70 támadást kaptunk. Ott 8 hónap alatt körülbelül, de azt már nem számoltuk, hogyha úgy lőttek minket, hogy a bázisnak a külső falán esett le a gránát. Azokat nem számoltuk, csak az, ami beesett. Halt meg bajtársad? Nekem nem, hál' Istennek. De ott életveszélyben voltatok, tehát kimentetek az iraki frontra? Hát ott már nem volt ilyen front, ugye mi Bagdadban voltunk, tehát az a klasszikus front, ami most megtalálható mondjuk az orosz-ukrán háborúban, hogy lehet húzni egy vonalat, azon belül egy sávot, hogy a harcérintkezés zöme az ott történik, egyébként meg lövik egymás rakétákkal, meg egyéb eszközökkel. Ott Irakban akkor ilyen tipikus front nem volt, hanem bent voltál a város közepén. Azt tudom mondani, hogy abban az időben nem volt engedélyezett nekünk hivatalosan, hogy szárazföldi úton menjünk be Bagdadba, hanem csak légi úton lehetett menni. Tehát helikopterekkel közlekedtünk zömében, A pont és B pont között. Tehát ennyire feszült volt a helyzet. Miért? A város tele volt ellenállókkal. Tehát megtörtént az, hogy nyilván az utak mentek, az embereknek élni kellett a városba, egyszer csak megáll egy teherautó, ponyvált le, van benne 8 szaknevető, 2 gránátot kiköpött, és nem is mentek el. Ott hagytak mindent, csak a kezelők futottak be a házak közé. Azok a gránátok akkor leestek. Akkor katonák haltak meg, hál' Istennek, nem az enyémek. Hol voltál nagyobb veszélyben? Afganisztánban vagy Irakban? A közvetlen veszély, ami engem ért, az Irakban lényegesen több volt. Afganisztánban pedig mivel egy másik szintű parancsnok voltam, ott a tartománynak voltam NATO rangidőse, ott azért sokkal többen kerestek az ellenállók közül, hogy esetleg hazavigyék a fejem. Meg akartak ölni? Tehát vérdíj volt a fejedre kitűzve? Igen, most már elmondhatjuk, hogy akkor nem csak nekem, tehát akkor minden ilyen szintű parancsnoknak vérdíj volt a fején. Azt a mindenit.
És ezt te tudtad ott? Hát persze, hogy tudtam, és örökre hálás leszek azoknak a srácoknak, akik védtek. Meg gondolom, amikor el kellett menni egy tárgyalásra a helyiekkel, akkor rajtam nem volt csak a pisztoly. Semmi más nem volt rajtam, ugye az a bizalomnak a jele. Úgy tárgyalunk, hogy tudjuk, hogy itt ti országotokban vagyunk, mi nem támadni jöttünk, tudjuk, hogy mindent biztosítotok. Ja, persze, mert legalább 5 srác meg mellettem talpig vasba, hogyha bármi történik, akkor tudjanak reagálni. De volt is ilyen eset, amikor ki kellett jönni a gyűrűből, mert veszélyesé vált a helyzet. És kimentettek? Persze. De hogy? Testükkel védnek ilyenkor. Megvan ennek a szabály, ezt pontosan tudják, hogy az 5 fő csinálja a belső gyűrűt, a másik 5 fő csinálja a külső gyűrűt ilyenkor, és akkor hogy mennek be elém. És nincsen rajtad golyóálló mellé sem? Olyankor nem volt, igen. Amikor tárgyalás van, akkor mindig levettem. Még oda mentünk, meg vissza, addig ugyanaz a felszerelés volt rajta, mint a srácokon természetesen. De mikor megérkeztünk a helyszínre, akkor gyorsan megcsinálták a belső gyűrűt, én levettem magamról a páncélt, és mentem a kormányzóhoz, vagy a súravezetőhöz, vagy a rendőrfőnökhöz, vagy a helyi öreghez, hogy akkor beszélgessük is. Nézzük meg, hogy amiért jöttem, azt meg tudjuk-e valósítani. Oké, de neked, mint magyar katonai vezetőnek milyen feladatod volt Afganisztánban? Afganisztánban egy tartományi újjáépítési csoportot vezetünk. Ugye ezt azért találták ki, hogy a helyi kormányzatnak és lakosoknak segítsük jobbá tenni az életet. Nyilván a legfontosabb a biztonsági... De ki nem akarta ezt? Tehát ki az, aki vérdélyet tűzött a fejedre? Az ellenállók. A tálibok. Akik nem akarták, hogy ez az afgán kormányzat, ez maradjon a helyén. Ők nem akarták, hogy a nemzetközi őrök bent legyenek. Ők azt akarták, azt szerették volna folytatni, amit az érkezésünk előtt folytattak. De ez nyilván egy NATO alakulat volt, ami ment. NATO is volt, meg koalíció is. Tehát volt az amerikai haderő, meg volt a NATO haderő, és más szabályok vonatkoztak egy picit rájuk, meg más volt a chain of command, a vezetési rendszerük más volt. És ilyenkor kötelező menni? Tehát, hogy ilyenkor a magyar kormány kiadja ukázba, hogy menni kell, vagy dönthet úgy a magyar hadsereg, hogy mi ebben nem akarunk részt venni? A magyar hadsereg nem dönthet úgy. Tehát a magyar kormány dönthet úgy? Magyarország, a magyar kormány. Ez attól függ, hogy valamit a kormány dönthet, valamit az országgyűlés kell. NATO és EU művelet az a kormányzat kezében van, hogy eldöntse, hogy megyünk vagy nem megyünk, ha nem ilyen, az országgyűlési felhatalmazás kell. Tehát a hadsereg... Amikor másodszor mentünk vissza Irakba, ugye, akkor nem volt ott a NATO, nem volt ott EU, az egy koalíciós művelet volt, ahhoz országgyűlési határozat kellett, hogy a magyar katonák részt vegyenek, ahol egyébként most is vagyunk, ugye az iraki béketámogató műveletben. Tehát a magyar hadsereg parancsnoka, a Honvéd vezérkar főnöke nem dönthet úgy, hogy igen vagy nem. Ezt a hadsereg főparancsnoka, aki most talán már nem Novák Katalin, hanem Orbán Viktor miniszterelnök a veszélyhelyzet miatt. Hát a főparancsnok még mindig a köztársasági elnök, de a döntés az a miniszterelnök kezében való van. És ez a civil kontroll, ez így jó, ahogy van. És akkor a honvédelmi miniszternek milyen feladata van, mondjuk egy ilyen kialakult helyzetben? A honvédelmi miniszternek delegálja a feladatok nagy részét, ugye a kormány, a miniszterelnök, hiszen neki kell ezt megvalósítani. És akkor a közvetlen főnöke, a vezérkarfőnöknek a honvédelmi miniszter, Correct. És ő az, aki ukászokat adhat. Így van. Így van. És azt már nem nagyon, hogy hogyan hajtjuk végre. Ahhoz nem ért. Tehát a kivitelezés az már a vezérkarfőnökének kezében így van. És az tök mindegy, hogy légi úton, vízi úton, szárazföldön, rakétákkal, ezt már egy személyben eldöntheti a vezérkar főnöke. Így van, de nyilván jelentünk. Azért, mert van, mindennek van politikai, gazdasági, információs vonzata. Van társadalmi vonzata. És főleg ezt a társadalmi vonzatot, a gazdasági vonzatot, azért van a civil kontroll, mert ők ezt jobban értik. Tehát én, ha készítek egy hadműveleti tervet, és jóvá hagyok, az nem mehet szemben azzal a policival, amit a kormányzat, amit Magyarország egyébként megkövetel. Ennek, és pontosan ezért kell visszajelenteni, hogy bizonyos esetleg is jóvá kell hagyni. A történet akkor működik jól, mikor megvan ez a bizalom, már pedig megvan alapvetően a jelenlegi rendszerben, hogy a katona nem fog hülyeséget csinálni, nem fog szembe menni ezekkel a dolgokkal. Hogy mondjak egy másik példát a közelmúltból, Afganisztán kimenekítés. Ugye vissza kellett mennünk. Én a miniszter úrtól akkor azt mondtam, hogy parancsnok úr, akkor kérem a tervet, menjetek, csináljátok. Én elmentem azokhoz az erőkhöz, akiket ebbe bevontam, ugye ez egy abszolút minősített művelet volt,
Igazából én meghallgattam a konopszukat, végrehajtottam, majd jelentettem miniszter úrnak, hogy hogyan hajtjuk végre. És azt mondtuk, hogy akkor gyia. Neki tudni kell róla, mert lehet olyan nemzetközi politikai következménye. Tehát azt szoktuk mondani, hogy az övé van a csalámba, igazából. Ő azt nem fogja megmondani, hogy jobbról vagy balról menjünk, hogy hány géppel menjünk, hogy hol van az előretolt bázis, hány embert viszek. Ez az én dolgom mind. Pontosan a vezérkarfőnöki, vagy az adott helyi parancsnoki. De azt neki látni kell, hogy ebből a keretből, ami nekik politikailag és az országnak fontos, mi abban nem törünk ki. Nem is törnénk ki, de egy normális kommunikációval már pedig az volt, akkor ez működik. És olyan eredményt értünk el, hogy amit az előbb kérdezted a szomszédos országokat, nagyon kevés ment úgy be, mint mi. Például létszámot lehet nézni, gazdasági erőt lehet nézni, a haditechnikai eszközök képességeit lehet nézni. És a haderőfejlesztési programunk pont erről szól, hogy ezekben mind javuljunk. De amiben szerintem nagyon jók vagyunk, az a magyar katona hozzáállása, kiképzettsége. Ami sorsdöntő tud lenni egy ütközetben. Effektív lőttek rád a fronton? Igen. Te is lőttél? Én nem csak tűzparancsot adtam. És az néha nehezebb. Ugye egy parancsnokban nem arra van, hogy... De ilyenkor a tűzparancs az egy emberre szól, vagy mondjuk egy objektumra. Lehet ilyen is olyan is. Lehet ilyen is. A legnehezebb egyébként... Adtál ki tűzparancsot egy emberre? Egy bizonyos emberre? Nem. Csak objektumra mindig? Hát vagy többen voltak. Vagy többen voltak. De a nehéz egyébként az, hogy amikor jelenti a kollega, hogy a parancsnok úr, direkt nem mondom a rendfokozatot, mert tudják, hogy melyik hadszintéren volt, kérek engedélyt a tüzet kiváltani. És azt mondom, hogy még ne. Az egy sokkal nagyobb felelősség, mint elengedni, és majd utána a bíróságon megbeszéljük, hogy igazam volt-e vagy nem, hogy hol kerülünk, de nem kerültünk oda, hál' Istennek. De azt felvállalni, hogy annak az egynek most nem engedem, mert az összes többivel így fog jól járni. Igazániból. És lekopogom, hogy a tüzéreknél azt szoktuk mondani, hogy a lövés a lövét igazolja, a nem lövés is igazolja a lövét, és ezt a helyzetet is meg tudtuk így oldani. De volt olyan, akit viszont megmentettél? Volt, a nemzetközi katonák. Tehát mi mondjuk Afganisztánban, Irakban más volt, mert ott a zászlóinak kellett menni, a zászlójjal mentünk, viszont Afganisztánban mi voltunk felelősek a tartományért, ezért nekünk is volt úgynevezett QRF, tehát az a csapat, hogyha valaki bajban van, akkor megyünk segíteni. És volt olyan, hogy támadás érte valamelyik nemzetközi csapatot, mi azonnal indultunk, és ha nem megyünk ott, akkor bajba kerülnek. És tárgyalás útján mentettél meg valakit? Hogy oda kerültél, elmentetek, tárgyaltatok, és azt kérted, hogy mondjuk X vagy Y ne legyen rajta a halállistán? Jelentem volt ilyen. Valóban volt ilyen. Neveket nem mondok, ő még él, sokan mások nem. Magyar? Nem. A magyarokra úgy vigyáztunk, hogy amikor például tudtuk, hogy támadás ér minket, volt egy nagy tüntetés Afganisztánban, mert volt ez a korán égetési incidens a szövetségesek részéről, és akkor a körülünk is odajöttek, és nem tudtuk, hogy a tartományban lévők többi külföldit azt fogják-e bántani. És akkor nyilván megkerestem őket, hogy van ez a krízishelyzet, nagy valószínűséggel idegengyűlölet, az most fokozódik, jöjjenek be hozzánk a táborba, mert lényegesen egyszerűbb őket megvédeni, ha bent vannak. És akkor nagyon sokan bejöttek. Akik nem jöttek be, azoknak el kellett magyaráznom, hogy nem biztos, hogyha minket körülvesz több ezer ember, ugye mi nem sokan voltunk, akkor el tudok menni értük. De ezt ők tudomásul vették, úgyhogy de sokan bejöttek. Viszont a helyi emberekből volt olyan, hogy az egyik vezetőt rátették, vagy JPL listának hívtuk ezt szépen magyarul, tehát arra a listára, amit utána a szövetségesek kerestek, és ugye éjszakai vagy nappali műveletekkel, ez a kill or capture, tehát találd meg, vidd vissza, vagy öld meg, feladatot kapták. Tehát azon, hogy van egy gipsziakab, akire ki van adva, hogy öld meg. Igen, van ilyen. És akkor egy komplett hadsereg őt keresi. Hát nem egy komplett hadsereg, attól függ, hogy azt tudjuk, hogy hol van, hanyan vannak körülete, mekkora erő kell ahhoz, hogy nekünk minimális vesztesége lehet nullával, de ő meglegyen. Ugye ez ilyen van. És akkor el kellett mennem két csillagos NATO tábornokig, hogy ne. És elmondtam, hogy miért nem. Tehát te tudtad, hogy valakit meg akarnak ölni, és azt kérted, hogy ne öljék meg? Igen. De miért?
Azért, mert az ottani emberek érdeke, a szövetségesek érdeke azt mutatta, hogy nekünk jobb, ha ő van ott, mert megvan a kapcsolatunk, ismerjük egymást, kordába tudjuk tartani, mint ha kiiktatjuk, és jön egy teljesen ismeretlen, lehet jobb vagy rosszabb, de ha rosszabb, akkor nagy bajban vagyunk. És megmentetted így az életét. Igen. És ő nem tudja ezt, de nem tudja. Nem. Isten őriz. Nem. Van egy Platón idézet, azt nagyon szeretem, egyszer azt írta, hogy a titkolt szép cselekedetek a legnemesebbek. És ez valóban így van. Nem a személye érdekelt engem. Engem a saját katonáim érdeke, vagy a saját katonáim védelme, illetve az a feladat, amiért kiküldtek, hogy a sikeres legyen. Ott mi lett a vége? Hát nem emelték. Mi számít győzelemnek egy ilyen helyzetben, amikor ugye nem mi harcolunk, hál' Istennek, hanem csak kimentek egy bizonyos feladat elvégzésére. Azt elvégzitek, és haza tudtok jönni, vagy igen, belekeveredhettek olyan egyéb harcokba, amiket korábban nem feltételeztetek. Ebben ez a nehéz. Tehát ez, amikor lövök, nem lövök. Megyek, nem megyek. Ebben mindig az a nehéz, hogy na mi a következő és következő lépés. Tehát ugye a hatásalapú műveletnek hívjuk ezt, meg hatásalapú tervezésnek, és egyébként pont ezzel tudtam meggyőzni az előjárókat ennek az embernek a kiemelésébe is, hogy ezt elkészítettem. Nem egyedül, mert nyilván azért volt a törzsem, azért vannak a kiválóan felkészített magyar tisztek, akik ezt értik, de mikor megértették a szándékot, hogy miről van szó, egy olyan vázattal tudtam elmenni, hogy mikor végigvettük, akkor nem tudtak belekötni. Tehát a végeredmény az volt, A kiemelet, B nem, ennek a különböző hatásai a gazdasági életbe, a terrorszervezetbe, a szövetségesekre, a társadalomra, az oktatásra, és mindent meg tudtam mondani 3-4 lépéssel előre, ezt levetítettük, ami nyilván feltételezés ilyenkor, és erre mondták azt, hogy okay, meggyőztük, akkor még hagyjuk. És akkor jóvá hagyták. És akkor jóvá hagyták, így van. És ő még mindig él. És ő nem tudja. Nem, de nem is kell neki. Milyen körülmények között vannak ilyenkor a katonák, amikor kimentek mondjuk akár Irakba, akár Afganisztánba? Tehát ott van egy tábor, és ott éltek, laktok. Igen. Igen, igyekszünk a legjobb feltételeket. Sátrakban? A kezdetén mindig sátor van, nem olyan kellemes, főleg ezekben a plusz 50-60 fokokban, de utána mindig igyekszünk egy olyan konténervárost létrehozni, amiben azért mikor vége van az adott napi melónak, akkor tud regenerálódni a katona. Nagyon fontos, amikor 6-7 hónapig kint vagy igazából, hogy persze lehet sátorba. Mondom, csináltuk is azt. Csinálták a... Én személyesen nem, én már mindig konténertáborban voltam, de tudom, hogy csinálták. A végrehajtásra kerül az is. De akkor fáradsz, nem vagy olyan éles, stb. Egy nyilván pénzenergia, hogy ez megteremtődjön, mert az a fontos, hogy amikor kimész, akkor éles legyen. De hogyha mi harcolnánk, akkor is adottak lennének ezek a körülmények? Tehát akkor is ki lehet építeni egy konténervárost a fronton? Persze, hogy ki. Ez csak pénz meg időkérdése. A jó az, hogyha megvannak ezek a felszerelések előre, és csak vinni kell, nem akkor kell beszerezni. Tehát olyan nincsen, hogy valaki a lövészárokban alszik például? Elképzelhető az. Tehát hogyha egy folyamatos... Tehát volt olyan, amikor főleg az egyik csapat kalandba keveredett, hogy napokig azon a helyen voltak, akkor nincsen más, akkor napközben nem tudjuk őket lecserélni, mert ha le tudnánk, akkor már kitörtek volna. Akkor már hazajöttek volna önnel. És mit esznek? Mit isznak? Hát megvan, úgy, MRI-nek ezt hívják ezt, ez a meal ready to eat, ez a előre elkészített kaja, ami mindig benne van az autókban, a hátizsákokban. Tehát úgy megyünk ki feladatra, hogy nem annyi cuccot viszel, ami ahhoz a feladathoz elég. Hanem egy 3 napos készlet mindig bent van. Mert nem tudod, hogy mi történik. De hogy néz ki egy menetfelszerelés? Mi van benne? Hát a legfontosabb ugye az a fegyverlőszer robbanóanyag. És akkor amellett megvan az, hogy milyen váltás cuccnak kell lenni, mennyi kajának kell benne lenni, mennyi víznek kell lenni nálad. Nyilván benne vannak a kommunikációs eszközök, a tartulók, akkumulátorok. Ezek a legfontosabb dolgok. És mind a hátán viszi a katona? Hát a járművel mozogtunk. És ezért könnyebb, mert a jármű azért az sok mindent el tud vinni. Van, amikor utánfutóra is tettünk, tehát mentünk, mert tudtuk, hogy 3 napra megyünk. Akkor nem 3 napra készültünk, hanem 3 plusz 3 napra kell akkor készülni. Tehát Afganisztánban ugye ringrúdnak hívják azt az egy utat, ami van nekik, az összes többi az nincs. Folyómedrekben mentünk, mert mikor hol. Ha valamit el akartunk írni egy távoli járásba,
akkor oda kellett menni, ott kellett aludni, végrehajtani, még egyet ott aludtunk, és utána jöttünk haza. De akkor nem volt szálloda meg bázis, akkor nyilván a felderítésünk működött, tudtuk, hogy melyik az a hely, ahova be kell költöznünk, és gyakorlatilag azt mondom, mint egy szekérváros. Megcsináltuk a közvetlen biztosítást, és akkor estére oda mentek pihenni a fiúk. Ott akkor nem volt főzés, meg meleg kaja, meg ilyenek, hanem ott ridegtartás van. De imádták. Én is. Imádtad? Nagyon. Nagyon. De ez mekkora felelősség egy apának? Neked vannak gyerekeid, hogy az életedet teszed kockára, és minden katona az életét teszi kockára. De ebben ez a szép. De a hazádat előrébb helyezed, mint a családodat? Persze. Hát ha nincs haza, akkor nincs család se. Hova menjünk? Ezt ők tudják? Nem teszik fel ezt a kérdést? Tehát soha nem kérdezték meg ők, gyerekeim se. Azt tudjuk, hogy ez haza, ha tudod. Ebben ez a legszebb. És az, hogy ezek a családok, ezek a szülők, ezek az apák, ezek az anyák ránk merik bízni a fiaikat, lányaikat. Ez egy olyan bizalmi dolog, amit nem lenne szabad felrúgni. Egyszer voltam egy rádióadásban, még az ötös dandának voltam parancsoka, és még beszélgettünk a rádióban, addig volt egy ilyen körkérdés, hogy visszaállítanák-e a sorkatonaságot. Kérdezték tőlem is, hogy visszaállítanám. Mondtam, ez politikai kérdés igazániból. Én voltam a sorkatonaságban is, katonatiszt meg a hivatásos szerződés állománynál is. Teljesen más a dinamikája. Nem lehet mindent alkalmazni a két rendszerbe, mert az egyiket behozták kényszerből, a másik meg akar katona lenni. Ez egy olyan óriási különbség, hogy nem lehet. És a válaszadóknak több mint 97%-a azt írta, hogy de vissza kéne állítani a sorkötelességet, mert fegyelmet tanulnak a gyerekek, rendet tanulnak a gyerekek, megtanulnak a csoportos tímbe dolgozni, csoportba dolgozni, megtanulják egymás tiszteletét. Van még egy nagyon nagy elődje, vagy volt nagyon nagy a sorkatonáknak, hogy a mérnök az egy szobába aludt a kőművessel. Tehát a különböző végzettségű, szakmájú emberek sokkal többet tudtak a másik munkájáról és életéről, mint ez manapság van. De nem ez volt nekem a legfontosabb üzenet ebben. Amit az előbb mondtam, hogy aki bemer telefonálni, annak a 97%-a az ránk bízná a fiát meg a lányát. Tehát erre azt mondja, hogy nem olyan rossz szervet ez a Magyar Honvédség akkor, hogyha hol elmerem küldeni, mert már tudják, hogy nem a füvet kell festeni, nem meszelni kell a követ, hanem értelmes munka van, ami felkészíti a feladatára, és meggyőződésemben nagyon sok dolgot tudnak alkalmazni a civil életbe is. Tudod, Peti, hogy én nagyon támogatom a Honvéd kadétképzést. Honvéd kollégista voltam 14 évesen, nekem arra is csak jó emlékeim vannak, és hogy amikor megkérdezték, hogy miért akarom ezt csinálni, vagy miért mondom, hogy valaki jöjjön katonának, azért mert én jól éreztem magam benne. Kadétként is, meg az összes többi rendfokozatban. Tehát tudom, hogy a Honvéd kollégiumoknak, ennek a karrierképzésnek óriási ereje van, óriási jelentősége van, mert ott magába szív valamit a gyerek igazából. Ott ezt a közösségi érzést már meg tapasztalja. Jó, de ebben a mai világban mekkora szerepe van a katonáknak? Mert nézd meg, a Hamasz 5000 rakétával támadta meg Izraelt. Tehát nem 5000 vagy 50 ezer katonát küldött oda, hanem rakétákat lőtt ki. Most már bombává alakított drónok léteznek. Tehát miért kell akkor ennyi katona, amikor ezeket a harcokat meg lehet vívni a levegőből, drónokkal, rakétákkal? Meg lehet, de az igazi sikert nem fogod elérni, mert nem lesz téged a terület. Tehát rakétákkal, ugye ez Duhé elmélete volt annak idején az első világháború előtt a légi műveletek elmélete, hogy ő a levegőből lebombáz mindent, és akkor majd nyerni fog, nem? Ezt a történet bebizonyította. Hát lebombáz után oda megy. Hogy a boots on the ground, az mindenképpen kell. Ahhoz, hogyha valós sikert akarsz elérni. Persze. Annak a előkészítése, hogy hogyan kerülsz oda, eléred azt a végcélt. Ahhoz rengeteg más eszköz, technológia tud ma már segíteni. Lehet, hogy el se kell menni, mert a kibertérbe tönkre tudnak tenni mindent. És azt lehet, hogy a katonák csinálják, hogy egyenruhában vagy nem, de akkor is lehet eredményeket elérni.
De a nap végén a kinetikus történet, amikor ember-ember ellen, ember kell meggyőzni, a társadalmat meg kell győzni arról, hogy melyik a jó, az nem megy rakétákkal. Ideig óráig menni fog. De katonák nélkül nem megy. És másik nagyon fontos, a technológiának van egy olyan része, hogy automatizmussá válhat. Vannak olyan rendszerek, hogy önállóan kiváltja a választüzet. És akkor jön az a emberi morális kérdés, ez évtizedek óta megvan egyébként. Mondom a példát, az egyik tüzérségi eszköz lövi a célpontot. Megvannak a detektorok, hogy már a röppályán igazából felderítjük ezt a gránátot, és azonnal választüzet tudunk rá lőni. Ez működő rendszer nagyon sok helyen. De mi van akkor, hogyha ez mondjuk egy óvoda közepén van, és csak ő van ott, meg mellette 300 ártatlan gyerek? És mi van akkor? Vissza fogsz lőni oda? Ha az emberi beavatkozás nincsen benne, akkor a rendszer matematikai elven kizárólag akkor vissza fog lőni. És akkor itt jön az a kérdés, hogy mint ember, tehát én parancsnokként ebben biztos, hogy beleavatkoznék. Tehát leállítanád? Leállítanám, hogy oda akkor választ nem, hanem azt kell megnézni, hogy ott mindig kevesebb kár legyen, és máshogy kell kiemelni akkor ezt az eszközt. Hogy a gyerekeket el kellene hozni. És azt is megmondom, hogy miért. Mert a nap végén, hogyha te oda visszalősz, és gyerekeket ölsz meg ott, annak a médiában, az információs hadszintéren, fogalmazunk így, sokkal nagyobb hátránya lesz, mint hogy azt egy löveget a nap végén kiemelted. Hát meg hát emberileg gyerekeket megölni, az annál nincsen. És fontos, én ezt mondom, hogy akkor még talán a saját társadalmad is ellened fordul. Hogy a könyvben benne van, az is meg lehet majd nézni, a bizonyos Clausewitzi háromszög, a társadalom, a kormányzat és a haderő. Ennek az akaratának egyensúlyba kell lenni, akkor megy a háború. Ha bármelyik kimozdul, akkor a háború nem fog folytatódni. Ezt látjuk egyébként most pont a palesztin-izraeli háborúban. Hallgattam a Balázséknál egy izrael szakértőt, aki azt mondta, hogy el voltak foglalva egy másik fronttal, vagy izraelen belül egy másik területtel. Ez valóban így van? Te is azt gondolod, hogy ez kudarca az izraeli katonai titkosszolgálatra nézve? Én óva intenék mindenkit attól, hogy a teljes tudás nélkül mérleget vonjon, hogy itt kihibázott meg ki nem. Ez csak egy biztos, tehát ha 5000 rakéta elindul, azt jó lett volna tudniuk előre. Csak közben, hát Izraelnek van egy olyan rendszere, hogy a 5000 rakétából mennyi esetleg? Tehát 5000 rakétával mekkora pusztítást tudott létre, hogy az Hamasz? Őket is meg kéne kérdezni, hogy ez megérte? Majd ez hát a nap, lényegesen ez a... kevesebbet, mint amekkorát lehetett volna, azt mondani? Persze, mert van Izraelnek egy olyan állandó védelmi rendszere, ami nagyon nehéz átható. Ez a vaskupola? Igen. Ez egy nagyon komoly rendszer igazándiból. Nagyon kevés ilyen légvédelmi rendszer van a világon, mint amit ők építették. De pontosan ezért építették ki, mert ők tudták, hogy ez egyszer bekövetkezhet ez. Tehát akkor ez a Hamasz számára kudarc volt, azt mondod? Maga a hatása ez, megjött el 5000 rakétából, ez mi? Még akkor is, hogyha vannak ebben olyan rakéták, aminek összesen ekkora robbanófeje, tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy 5000 olyan rakéta, ami 9 méter hosszú és 1 méter széles az átmérője, nem 5000 ilyen rakéta került indításra, de mindegy is. Hogy a kudarc mi lesz a végén, az, hogy elemzünk az öt alapelvet, akkor nyilvánvaló lesz. Én azt a kérdést tettem fel igazából, hogy a Hamasz miért most indította? Ez a nagy kérdés, mert hát azt mondta, hogy egyenlő feltételekkel se kezdjél bele a háborúba. Hát nem gondolnám, hogy a Hamasz erősebb, vagy valamit mi nem tudunk, mint az izraeli hadsereg. Miért most indított? Én inkább kérdéseket teszek fel, mert válaszokat akkor tudnánk rendesen mondani, ha tudnánk mindent. De feltételezésed van nyilván? Feltételezésem van nyilván, és a feltételezés az, hogy azok az erők, akik a Hamasz és a Hamasz mögött álló erők, ezek látták a geopolitikai helyzetet. Látták azt, hogy mi történik egyébként az ukrán fronton. Érzik a feszültséget, hogy mi történik most a Kína a kelet régióban. Szerintem sokkal inkább Amerika játszik ebben szerepet. És itt van az Egyesült Államok, amikor a Biden adminisztráció már egy picit máshogy állt hozzá Izraelhez. Közben pedig Izraelnek megvannak a tárgyalásai mondjuk Szaúd-Arábiával. És közben Izraelbe a belpolitika 2 éve azt hiszem, hogy kormány volt.
ebben a helyzetben. Neki ez egyenlő feltételekkel, Clausewitzi háromszög, kalkulálta a Hamas és a mögötte álló erők, hogy mi lesz Izraelnek a válasza? Szerintem kalkulálta. Kalkulálta? Mert ez csak egy lépés. Odáig azért sokba is legalább a következő lépés mindenki, és akkor nem kettő-három. Hát tudta, hogy akkor blokkádra fogja vonni Gázát. És azt is tudta, hogy nem lehet kesztyűt, tehát Izrael most nem fog kesztyűskézzel bánni. És akkor nézzük meg, hogy a teljesen természetes, hogy Magyarország kiáll a stratégiai partnere mellett, Izrael mellett. Ők kapták. Ez teljesen rendben van. Az egész világ kiáll Izrael mellett. Ezt így kell csinálni. És hát nem, a világnak az a része, ami nekünk fontos, hát igen, hogy az északatlanti része, kulturálisan, igen. Hagyományosak, ahova mi tartozunk, az ugyanezt gondolja. De a világnak van egy másik fele, amit más gondol, és ami az érdekes, hogy ebbe a világ, ja is még egy fontos dolog, ugye Magyarország háború közben, egy konfliktusban nem nagyon változtatja ugye az álláspontját. Az egész világtörténelmünk ilyen, hogy azt mondtuk, hogy veletek vagyunk, akkor veletek vagyunk a végéig. Ugye? Ettől egyenes és erős a magyar gerinc. Meggyőződésem. Tehát teljesen jó és helyén való, hogy Izrael mellett állunk maximálisan. Na, de tegnap este azért végignéztem a mértékadó külföldi hírportálokat is, ahol beszélnek angolul. És szinte mindegyiken feljön a kérdés, hogy Izraelnek szabad a 2,2 millió embert gyakorlatilag tönkretenni, elzárni víztől, élelmiszertől, elektromos áramtól, és civilek fognak szenvedni? Mondja ezt az a közösség, aki egyébként egyetért azzal, hogy itt ebbe a konfliktusba Izrael mellé kell állnunk. Nem ez volt az eredeti célja. Nem feltétlenül a Hamasznak, meg a Hezbollahnak, hanem a mögöttük álló erőknek. És így gyengítik ezt a kohéziót. És én ezért mondtam, mindenhol is fogom mindenhol mondani, hogy most én arra kérnék mindenkit, ilyen pici helyről innen tőled, Peti, hogy azon dolgozzon mindenki, hogy ezt a konfliktust hogy szünteti be a legrövidebb időn belül. Mert beláthatatlan következményei lehetnek. Ugye Huntington mondta évtizedekkel ezelőtt, hogy a következő nagy világégések és háborúk azok a vallási és kulturális törések mentén fognak kialakulni. Ez igaz volt egészen az orosz-ukrán háborúig, mert ott meg látjuk, hogy ugyanaz a kultúra, majdnem ugyanaz a nyelv, szinte testvérek, és ugye egymásnak estek. Na, de itt most megint visszatértünk ide. És azért ezekkel a vallási és kulturális értékekkel bíró emberek ott vannak mindenhol. A Jóisten mentse minket meg attól, hogy felveszik ugyanazt a kesztyűt, mint a most jelenleg a Palesztina és Izrael között van. Tehát én mindenkit arra kérnék, hogy tisztelje a másik embert. Próbáljon vele együtt dolgozni. Idea, én pontosan tudom. Ez egy idealisztikus kép. De ha nem, akkor nagy bajba kerülhetünk. Mindenki. A könyved miért született meg? Mi a célod vele? Hát először is kiírtam magamból. Megkaphatom? Persze, nehézkedj, Péter, megtisztelsz vele. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is. Remélem, te is megtalálod benne azokat az elveket, ami nem a hadművészet, hanem a saját életed során, hogyha versenyhelyzet van. Ez arra is vonatkozik, hogy a versenyhelyzet van? Meggyőződésem, hogy igen, nyilván ez a példák az a hadtörténelemből vannak. Arra vannak kihegyezve. Tehát az öt alapelvnek az alrészletei, azok katonai részletek. De maga az öt alapelv is nyilván azt ezt a gazdasági életben, a kommunikációban más részletei vannak, de az öt alapelv nem. Az meggyőződésem, hogy működik. És ezt szerettem volna megmutatni, hogy a hadművészet, a hadtudomány, az ugye önálló tudományág, és nincs olyan messze a többi tudományágtól, mint ahogy azt gondoljuk. Igenis rengeteg átfedés van. De múltban látjuk, a vezetés elmélet nagy részét egyébként a katonai vezetésből vette át a mostani jelenlegi vezetési rendszerek is a világon. A haditechnikai fejlesztéseknek az éve korábban pont arról szólt, hogy a haderőt fejlesztették, mert a biztonság az egyik legfontosabb, hogy a marsói piramis, enni, inni és sokasodni kell, ez az alapvető szükséglet az embernek, a következő szinten a biztonságon. Éppen ezért ugye a fejlett országok a hadipart fejlesztették, és ami ott nem kell, vagy kettős hasznosításról, az fordult át a civil életbe. Tehát a hadtudomány nincs olyan messze, és ez volt a másik
célom ezzel, hogy egyrészt a katonák figyelmét felhívjam arra, hogy a meglévő mértékadó NATO szövetséggel és doktrinákban lévő alapelveket lehet, hogy érdemes újra gondolni. Igazából merünk ilyet húzni, még akkor is azt mondják, hogy jövök én ahhoz, hogy Clausewitznek vagy Sun Tzu-nak az elveit én újra gondoljam. Meggyőződésem, hogy újra kell, mert az alapelvek mentén hozott döntések vagy élet az annak sokkal nagyobb hatása van, mint ahogy gondolnánk. És mellette nyitni a civil élet felé is, hogy nincs akkora távolság a katona és a civil élet között. Igenis, megvannak azok a kapcsolási pontok. Mi is a társadalom része vagyunk, katonák. Főleg azóta, amióta önkéntes a haderő. És visszavonultunk. A rendszerváltás után bementünk vissza a laktanyába, bezárkóztunk, nem tudtak rólunk semmit. Tudták, ha leesik egy gép, tudták, ha grippeneket felküldjük, meg tudták, hogyha valamelyik bajtársunk elesett missziós területen. És ugye minden rosszban van valami jó, Covid, meg a migránsválság, a haderőre szükség lett. Azokba a feladatokba, kérésekbe is, ami nem az alapfeladat. És meggyőződésem, hogy ötösre vizsgáztak a katonák. Tehát egyre többen látták, hogy ez a mai magyar honvédség már teljesen más, mint ami emlékképeik voltak azoknak, akik sorkatonák voltak. Az illetmény nagyon fontos. De az azért kell, hogy eltartsák a katonák a családjukat méltó módon. Sokkal többet jelent a magyar katonának, hogyha érzi a megbecsülést. Rengeteg ilyen példát tudok mondani, hogy amikor azt mondják a kollégák, hogy kint vagyunk csak egy bemutatón, vagy a árvíz van, vagy a Covid alatt, amikor oda mennek, és az emberek megköszönik, megveregetik a vállát, az sokkal nagyobb motiváció, még egyszer. Kell az illetmény emelés, hogy ne kéne? A boltban a vállon veregetésért nem adnak kenyeret. De a megtartó erőnek az, hogy ezek a katonák továbbra is meghaljanak a hazáért. Ahhoz kell a társadalomnak ez a fajta pozitív hozzáállása, és itt megköszönöm a társadalomnak is, mert nagyon nagyot mentünk előre. Mikor én végeztem, és megkaptam az első tiszti beosztásomat, hogy akkor mondták, egyenruhában ne nagyon menjék ki az utcára. A vezérkarfőnökként nem tudom, mennyi szelfim volt. Az emberek, fiatalok érték, hogy álljunk össze. Nyáron távoztál a magyar hadsereg kötelékéből. Mi lesz veled, most megvan-e már az új munkahelyed? Hát úgy tűnik, hogy meg lesz. A Debreceni Egyetem az tárgykarokkal fogad, ezt tudom jelenteni. És azt mondták, hogy meg tudjuk találni azokat a kapcsolódási pontokat, ahol az én képességeim, tudásom, tapasztalatom az a Debrecen Egyetem javára fog válni. Én hiszek az oktatásba, hiszek az innovációba, és a Debrecen Egyetem pont egy ilyen hely, ahol ezeknek tudunk élni, és ott tudom továbbra szolgálni a hazát. Te címzetes egyetemi tanár is vagy? Igen. Tehát, hogy ez elég közel van hozzá. Így van, pont a Debrecen Egyetemnél címzetes egyetemi tanár vagyok, ugye nekem megvan a PhD-m. Nyilván tanítottam és tanítok a Közszolgálati Egyetemen is, a tisztképzésben, hiszen ahhoz értek a legjobban. De pontosan ezért, ahogy ez a könyv is szól, hogy számtalan olyan dolog valami, ami elfogadható és használható a civil életbe, abból a karrierből, abból a tapasztalatból, amit én itthon is külföldön el tudtam érni. Végezetül, és ugye nem tartozik szorosan ez a téma, de azért érdekel a véleményed, hogy belátható időn belül véget ér az orosz-ukrán háború. Nem. Nem, akkor a feszültség is. Hogyha a harc meg is szűnik közvetlenül a fronton, amit minél gyorsabban el kellene, hogy érjünk. Nem véletlenül mondjuk, hogy a tűzszünetlen a legfontosabb. Ez a feszültség, ez a gyűlölet még nagyon sokáig fog működni. És nem tudjuk, hogy mi lesz a következő szikra, ami ezt lángra lobbantja. Ezt láttuk a Közel-Keleten is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy hosszú konfliktus lesz. Nézzük meg, hogy Cipruson mióta vagyunk ott, békefenntartókkal. Két ember öltő. És az emberi jellem sajnos olyan, hogy és ez a probléma a Közel-Keleten is. Gondold el, a fiad, lányod, gyermeked, testvéred, édesapád, édesanyád halt meg, ölték meg, azt nem tudod feldolgozni. Ott ez a természetes emberi szellem, hogy revansot akarok venni, hogy bűnhődjön meg, aki ezt nem tud kiirtani. Ezt nem tudod kiirtani. Tehát hiába mondják, hogy békéljünk meg, nem, az emberekbe ez motoszkál. És amíg vezetőkbe is motoszkál, nagy Isten, sajnos felhasználják
ezeket az érzéseket a saját kicsinyes politikai céljaikra, akkor ez a feszültség nem tud megoldódni. És attól félek, hogy az orosz-ukrán konfliktus ez pontosan ilyen lesz. És itt van felelősség azoknak a politikusoknak, politikai vezetőknek, akik ahelyett, hogy hűtenék, még fűtik ezt az ellenszenvet, ezt a konfliktust. Romulus tábornok úr, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Sok sikert a könyvhöz és az új munkához. Ha tetszett a beszélgetés, akkor ajándékozzatok meg bennünket egy lájkkal. Ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára. Sziasztok, minden jót!